Harmadik előadás 1922. augusztus 9-e. A világegyetem és az érzékelés kristályképző hatása az emberben. Az elmúlt alkalommal hallhattak arról, hogy bennünk emberekben egy különös esemény zajlik, az élet megsemmisítésének egy bizonyos fajtája. Szó volt arról is, hogy a fehér vérsejtek a vérereken keresztül felrajzanak a bőrünkig, és a felszíne jutva egy igazi nagy élményben van részük. Mondhatnánk, ez az, ami megfűszerezi az életüket, mert egyébként csak a test belsejében járhatják útjukat. A fehér vérsejtek tehát eleven sejtek, amelyek örökös vándorlásban vannak. Az idegrendszer sejtjei, különösen az agysejtek, ezzel szemben valójában el vannak halva bennünk, illetve minduntalan halottá lesznek. Agyunk sejtjei tulajdonképpen csak a kezdetén tartanak annak, hogy élővé váljanak. Amikor mi alszunk, ők akkor kezdenek hozzá, hogy élettel telibbé tegyék magukat. A helyüket azonban ekkor sem tudják elhagyni, mert teljesen be vannak szorítva egymás közé. Nem képesek olyan mozgásokra, mint a fehérvérsejtek, de éjszaka, amikor mi alszunk, ők némileg magukhoz térnek, élni kezdenek. Emiatt van az is, hogy amikor éjjel az agysejtek valamivel több életerőt és akarati erőt kapnak a testtől, akkor a fehérvérsejteknek egy kisé nyugalmasabbá kell válniuk. Ezáltal pedig ilyenkor az egész testen belül gondolkodás folyik. Tegyük most fel a kérdést, vajon miképpen keletkeznek bennünk a gondolatok? A tisztán materialista módon gondolkodni akaró emberek, akik a kényelmességet választják a gondolkodásban, ezt mondják. A gondolatok nyilván az ember agyában vagy idegrendszerében keletkeznek. Vagyis a gondolatok úgy nőnek ki az agyunkból, ahogyan a kelkáposzta a földből. Ha csak egyszer is végig gondolnák az emberek, amikor ilyeneket mondanak. Hiszen a talajból semmiféle kelkáposzta nem nőne ki, ha előtte azt nem művelnénk meg. A dolgokat előbb úgymond alkalmassá kell tennünk valamire. Ha tetszik, képzeljünk oda az emberi agyba egy termőföldet a gondolatok számára. De ne tévesszen ez meg bennünket. Látunk vidéken például egy szép termőföldet telekel káposztával. De ha ennek egyszer elutazna a gazdája, aki addig mindig a gondját viselte, és senki sem maradna, aki azt tovább gondozza, akkor ezen a földön hamarosan már semmiféle kelkáposzta nem teremne. Éppen akkor tehát, amikor úgy véljük, hogy a gondolatok egyszerűen az agyból erednek, először is fel kell tennünk a kérdést, vajon milyen hatásra keletkeznek az agyban a gondolatok? A gondolatok létrejötte pontosan ahhoz hasonlatos, ahogyan a kelkáposzta is terem a földből a gondozója munkálkodásainak köszönhetően. Csak helyesen kell értenünk ezt a kérdést. Ez a kő, amit most a kezemben tartok, valóban kint a természetben jött létre. Említettem már önöknek, hogy az emberi testen belül mindent megtalálunk, ami rajta kívül a környezetében létezik. Amikor a növényekre vagy bármi egyébre pillantunk, akkor az emberből is megragadunk valamit. Most tehát itt van ez a kő. Nézzük meg egy kicsit alaposabban. Mindenütt nagyon porhanyósnak látszik. Késsel meg lehet karcolni. A külsője körös körül olyan, mint valami tömör földrög, de a felületén mindenféle kristályok vannak, mintha csak kinőttek volna ebből a puha kőzetből. Sokat kellene rajzolnom a kristályokból, de legyen most elég csak ennyi. Ezek a kristály darabkák azonban félelmetesen kemények, amelyeket már nem tudnánk késsel megkarcolni, a kés hegye nem tesz kárt bennük. Legfeljebb csak egészben lehetne kiválni őket a kőből, de beléjük karcolni nem lehet. Ezek tehát kemény kristályok, amelyek beágyazódtak a kőzetbe. Most ezekről is megkérdezhetnénk, hogyan keletkeznek ilyen kristályok a náluk jóval puhább talajban, amely lényegében véve nem is annyira tömör szerkezetű. Ezek a kristályok nagyon szépen formált hosszúkás testek, és itt fönt egy kis hegyes csúcs van rajtuk. Lent is lenne még egy csúcsuk, ha nem a földbe, a kövekbe hatolnának bele. Ha a talaj még ennél is puhább volna, akkor minden kristálynak két hegye lenne, egy fent, egy lent. De a második csúcsuk hiányzik, mert a kristály beágyazódik a talajba, a kőzetekbe. Mivel magyarázhatjuk a kristályok létrejöttét? Tudjuk, hogy a növények növekedéséhez kint, a növényeken kívül széndioxidnak kell lennie. A növények máskülönben nem növekedhetnének, Ugyanannak az anyagnak, amit mi kilélegzünk, a növényekbe kell bejutnia. Ha a széndiokszid kerül a növényekbe, akkor azt felszívják magukba, visszatartják a széndiokszidban lévő szenet, és az oxigént ismét kiengedik a külvilágba. Ez a különbség az emberek és a növények között. Az emberek oxigént lélegeznek be, és széndiokszidot lélegeznek ki. Mi az oxigént tartjuk vissza, miközben a széndiokszidot kifújjuk. A növények a földdel vannak összekötve. Amikor a növények meghalnak, a bennük elraktározódott szén belekerül a talajba, és fekete kőszén lesz belőlük, amit évezredekkel később az ember kifejt a földből. De a talajban más anyagok is találhatók. A kavics például bizonyos tekintetben egészen hasonló a szénhez, de el is tér tőle. Vegyünk egy kavicsban gazdag talajt. Ott oxigénből is sok van. Ez az oxigén azonban először még alig törődik a kavicsal. Idővel viszont az oxigén kapcsolatba lép vele. A földfejlődés folyamán egyszer csak bekövetkezik az oxigén és a kavics egyesülése. Ahogyan nálunk széndiokszid jön létre, ha kilélegzünk, úgy keletkezik kvarc, kovasav akkor, ha a földben lévő kavics a megfelelő módon vegyül az oxigénnel. És ekkor alakulnak ki az effére kristályok. Az oxigénnek azonban nincs magától ereje ahhoz, hogy a kavicsal egyesüljön lehetne önöknek bármennyi kavicsuk és hozzá oxigénjük, ebből még nem képződne semmi. Miért alakulnak ki hát ezek a szép kristály Azért, mert a világegyetemből mindenhonnan erők hatnak a Földre, és mert maga a Föld állandó kapcsolatban áll az egész világ mindenséggel. A Földet folyamatosan kozmikus erők érik. Ezek azok, amelyek egyesítik az oxigént a kavicsal, és ezáltal keletkeznek rajta a kristályok is. A kristályokat tehát annak köszönhetjük, hogy a Földre az összes többi égitest befolyást gyakorol. Így azt mondhatjuk, a kristályokat tulajdonképpen a világegyetem formálja ki a Földön. Ám önök most azt mondhatják, miket beszélsz te itt nekünk, hiszen a kőzetek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Mi a helyzet tehát a kőzetekkel? Ide alulra egy porhanyós talajt rajzoltam, ide fölé szintén. Ezek pedig a két talajréteg között a hegyes kristálydarabkák, amelyek most nem csak alulról felfelé állnak ki az alsó talajrétegből, ahogyan az előbb mutattam, hanem fordítva is a felső talajréteg kristályai lefelé fordulnak, szembenéznek az alsókkal. Önök most azt mondhatnák, az alsó sor kristályt a világegyetem hatásával magyaráztuk, ami mint egy kihúzta ezeket a kőzetekből. A felső sor esetében akkor most feltételeznünk kellene, hogy ugyanilyen erők a földből is áradnak, mert azok a kristályok a hegyükkel lefelé fordulnak. Ez azonban csak egy látszólagos ellentmondás, aminek persze megvan a maga oka. Megmondom, miért állnak szemben egymással ezek a kristályok. Ilyen közett talajok nem egy nyílt síkságon alakulnak ki, hanem a hegyekben. Ha most fent a felszínen találjuk is őket, az azért van így, mert ezen a helyen maguk a földrétegek ide-oda csúsztak, ami nem szokatlan jelenség a hegységekben. De most emeljünk ki gondolatban egy hegydarabot a hegységből. Képzeljük el, hogy itt van egy hegy, ez pedig a lejtős oldala. Ha önök fel akarnának mászni erre a hegyre, itt megtehetnék. Erre vezet az út, ahol egy kissé kiszögellő sziklák is vannak, és megdől a hegyoldal. Ha a hegyekben járunk, mindenhol találunk ilyen előrehajló hegyoldalakat. Képzeljük most magunk elé, hogy nagyon-nagyon sok idővel ezelőtt ez a fenti kiszögellés pontosan így nézett ki, a lenti völgy pedig ilyen volt. Itt fent azután kristályok képződtek a világegyetemből származó erők hatására, ahogyan ezt az előbb említettem, itt a völgyben pedig szintén ugyanilyen kristályok képződtek. A világegyetem erőinek köszönhetően lent is, és fent is úgy szólván kinőttek felfelé ezek a kristályok a földből. Később azután úgy esett, hogy ez a fenti rész leomlott, és a hegy lábát maga alá temette. Azok a kristályok, amelyek idáig felfelé álltak, az omlás következtében helyzetüket tekintve megfordultak, és ráestek a völgyben levőkre, tehát ezek fölé kerültek, és a két talajréteg egymásra rétegződött. A leomló hegyoldal beborította az alatta levő hegyrészt, úgyhogy ami korábban fent volt, az most lekerült a völgybe. Az efféle események gyakoriak voltak. Aki tanulmányozta a témát, jól tudja, hogy számtalan ilyen földcsúszamlás történt, aminek során egyes földtömegek befettek másokat. Éppen ez az érdekes a geológiában. Az egyik réteg rákerül a másikra. Az Alpok is ilyen módon keletkezett a messzi múltban. A magasabb pontjai rázuhantak a lejjebb levőkre, és az egyes földrétegek teljesen egymásba csúsztak. Ezért is nehéz az alpokat geológiailag tanulmányozni, mert sohasem lehet tudni, hogy ami most valahol lent van, az mindig ott volt-e. A földmozgások következtében ugyanis egyes hegyrészek lecsúsztak és maguk alá temették azt, ami lejjebb helyezkedett el. Az évezredek folyamán a hegységekben ilyen gyűrődések történtek, így nevezik ezt a folyamatot, és létrehozták az említett jelenségeket, amelyeket tehát nem lehetne megértenünk a hegyek egymásba tolódásának ismerete nélkül. Az alulról és felülről egymással szembenéző kristályok esetét is csak az magyarázza meg, hogy a Földön az évezredek során a különböző talajrétegek egymásra rétegződtek. Az egészen élettelen ásványi birodalomban tehát olyan erőket látunk érvényesülni, amelyek a világegyetemből érkeznek a Földre. Ezek azonban ránk emberekre is hatást gyakorolnak. Verük szemben nekünk már védekeznünk kell, máskülönben pusztítólag hatnának ránk. Meglepődhetnek azon, hogy a kavics, amely mindenhol előfordul a Földön, az emberben épp úgy megtalálható. Nincs ugyan sok bennünk, de hordozunk magunkban olyan anyagokat, amelyekből rendkívül kemény kövek képződhetnek. Ha valóban kialakulnának bennünk efféle kemény kőzetek, azzal igencsak rosszul járnánk. Ha például egy kisgyerek lenyel egy kavicsot, semmi sem állna útjában annak, hogy azon hamarosan, jól lehet csak egészen kicsi, a legapróbb méretű kristályok képződjenek, ami már ugye igazán kellemetlen lenne. Ilyen kristályos kövek olykor betegségek esetén is keletkezhetnek az emberben. Bizonyára tudják, hogy a cukor szintén kristályt képezhet. Ha megnézik a kandis cukrot, az is számtalan kristályból áll, amelyek egymásra rakódtak. Már most nagyon sok cukor van az emberben is. A föld egyes tájain persze az emberek nem azonos mértékben fogyasztanak cukrot. Ez tájanként változik. Oroszországban például nagyon keveset esznek, Angliában viszont meglehetősen sokat, persze ezt átlagban értve. Ez pedig kihat az emberek természetére is. Az orosz jellem különbözik az angoltól. Az oroszok egészen másféle emberek, mint az angolok. Ez a különbség nem kis mértékben abból is származik, hogy az oroszoknál kevés cukor kerül a táplálékba. Az angolok ellenben olyan ételeket esznek, amelyek nagyon sok cukrot tartalmaznak. sokat a cukor a táplálékukban. Mindez összefügg azzal, amiről már szóltam. A világegyetem erői minden lehetséges létezőre hatást gyakorolnak. Az emberben jelentős mennyiségű cukor van, mégpedig az a cukor, amely mindig kristályosodni akar. Mit tehetünk, hogy a cukrot ne engedjük kristályává válni magunkban? Említettem már, hogy sok víz van bennünk, élővíz. Ez a cukrot szerencsére feloldja. Bajban is lennénk, ha a víz nem oldaná fel megállás nélkül a cukrot a szervezetünkben. Kis kristályok képződnének bennünk, mint a kandis cukorban. Apró hegyes kristályokkal lennénk tele, ha a cukor nem oldódna fel bennünk folyamatosan. Nekünk, embereknek szükségünk van a cukorra, mint táplálékra. De ez csak akkor lehet a hasznunkra, ha mindig fel is tudjuk oldani magunkban. Szükségünk van rá. Miért van rá szükségünk? Azért, mert el kell végeznünk, ki kell fejtenünk azt a tevékenységet, hogy a cukrot feloldjuk magunkban. Nem csak ennek következtében élünk ugyan, de az is hozzá tartozik az életünkhöz, hogy feloldjuk. Ehhez pedig nyilván ennünk is kell cukrot. Ha viszont kevés bennünk az erő, hogy a cukrot feloldjuk, akkor kiformálódnak bennünk ezek az egészen kis kristályocskák, amelyek azután a vizeretbe kerülnek. Így alakul ki a cukorbetegség. Ez a magyarázata annak, hogy miért lesz az ember cukorbeteg. Túlságosan kevés az ereje, hogy a cukrot, amit megevet, ismét feloldja. A cukor kell belénk, de ha nem tudjuk magunkban feloldani, cukorbetegekké leszünk. A cukor nem juthat el az emberben odáig, hogy kristályosodni kezdjen, hanem már ezelőtt fel kell tudnunk oldani. Az a fontos tehát, hogy az embernek legyen mindig ereje a cukrot feloldani magában. Ez jelentős mértékben meghatározza az életét is. Mindebből rájöhetünk arra is, hogy nem csak ahhoz kell bennünk erő, hogy a cukrot feloldjuk, hanem ahhoz is, hogy azokat a kicsi kristályokat, amelyek mint kvarckristályok mindig képződni kezdenek bennünk, szintén folyamatosan fel tudjuk oldani. Ezek a kvarckristályok kevesen vannak, de sohasem nyughatnak. Ám nem lenne szabad bennünk véglegesen kiképződniük. Ha egy kisgyerekben ilyen bekövetkezne, akkor futna hozzánk, és arról panaszkodna, nagyon fáj, mindenhol szúr, mindenemet szurkálják. Mi történt, ha a kisgyereket minden nap szúrja valami? Az történt, hogy apró kavics kristályok keletkeztek az idegeiben, amelyek nincsenek feloldva a szervezetében. Benne maradtak. De nem kell ezeket valami óriásoknak képzelnünk. Annyira aprócskák, hogy mikroszkóppal sem könnyű megtalálni őket. Kisebbek a milliméter tízezred részénél. Ha viszont ezek az egészen kicsi kristályok az idegrendszerben összegyülekeznek, akkor az ember az egész testében apró szúrásokat érez, amit sehogy sem tud megmagyarázni. Mindene szúr. Ezen kívül még kis gyulladások is felléphetnek benne ilyenkor. A kristályképződés egészen apró gyulladásokat idéz elő. Az ember reumás lesz, vagy köszvény A köszvény nem egyéb, mint ezeknek az aprócska kristályoknak a lerakódása bennünk. Emiatt érezzük a fájdalmat. Azt pedig, hogy a köszvénynél köszvény csomó alakul ki a gyulladások okozzák. Ha önök szöggel megsértik az újukat, akkor is gyulladás keletkezik, de ezek a kis kristálydarabkák belülről erednek a testben, és megindulnak a felszín felé. Ekkor kis belső gyulladások keletkeznek, amiknek a hatására azután köszvény csomó alakul ki. Ezek mind olyan folyamatok, amelyek az emberen belül lejátszódhatnak de általuk arra is ráébredhetünk, hogy nekünk mindig olyan erőkkel kell rendelkeznünk magunkban, amelyek mondjuk éppen a közvény ellen hatni tudnak, különben az ember egyfolytában közvényt kapna. De közvényt mi ne kapjunk egyfolytában. Tehát azon kell lennünk, hogy állandóan ellenálljunk, megvédjük magunkat valamivel szemben. Hogyan értsük ezt? A világegyetemből erők áradnak a földre. Ezek bennünk nem túl nagy, csak apró mikroszkopikus méretű kristályokat akarnak kialakítani. Ahogyan ezek az erők a föld talaját érik és kristályokat képeznek benne, ugyanúgy az emberben is érvényesül a hatásuk. Ezek az erők állandóan átjárnak bennünket is. Ezért nekünk a saját bensőnkben olyan erőket kell kifejlesztenünk, amelyek sikeresen visszaverik őket. A világegyetemből érkező erőkkel szemben tehát minduntalan ellenállást kell kifejtenünk. De ehhez magunkban is erőket kell létrehoznunk. Belénk hatnak ugyan kívülről a kozmikus erők, de mi belül ellenük szegülünk, különösen erősen az idegekben. Az idegekben örökösen ásványi anyagok keletkeznének, ha tétlenül néznénk a dolgokat. ásványi anyagoknak persze kell bennünk keletkezniük, egyébként például a gyerekek fogyatékosak lennének, és korán meghalnának. Ha azután az ilyen gyenge elmélyű gyereket felboncolnánk, a legtöbbször azt tapasztalnánk, hogy túlságosan kevés volt bennük az úgynevezett agyhomok, ahogyan ezt nevezik. Ebből mindenkiben kell egy kevésnek lennie. Ennek tehát mindig ki kell alakulnia bennünk, de mindig újra fel is kell tudnunk oldani azt. Ám ez túlságosan fel is halmozódhat bennünk, ha a kevés az erőnk a feloldásához. Agyunkban folytonosan homokszemcséket rakunk le, amikor a táplálék a vérünkbe kerül. Ez az agyhomok itt bennünk azonban épp úgy ki van téve a világegyetemből jövő erők hatásának, mint az a kőzet, amit kint a természetben látunk. Bennünk is tehát állandóan apró kristályok akarnak képződni. De ezeknek az emberben természetesen nem lenne szabad véglegesen kiképződniük. Ha viszont egyáltalán nem lenne bennünk agyhomok, akkor mindannyian gyenge elmélyűek lennénk. Ha pedig maradandóan kristályok lepnének el minket belülről, akkor folyton ájultságba esnénk, mert egyfajta agyköszvényt, agyi gyulladást kapnánk. Egyéb testrészekben a lerakódás csak fájdalmas, de ha az agyban halmozódnak fel ezek a kristályocskák, akkor többé mozogni sem tudnánk és elájulnánk. Tehát az úgynevezett agyhomokra szükségünk van, de mégis folyamatosan fel kell azt oldanunk. Ez egy állandó folyamat bennünk. Az agyhomok lerakódik, feloldódik, megint lerakódik, megint feloldódik. Ha már most túl sok rakódik le az emberben, akkor a vérerek falai az agyban megsérülhetnek. Ha pedig valahol az agyban a vér kifolyik, az már nem csak ájulást okoz, hanem szélütést is agyvérzést. Ha tehát a betegség folyamatokat tanulmányozzuk, az emberi szervezet működésébe is bepillantást nyerhetünk. Mert a beteg emberben is ugyanazok a dolgok vannak jelen, mint az egészséges emberben, csak éppen túl erősen működnek benne eltúrozva. Betegnek lenni semmi egyebet nem jelent, mint hogy valamit túlhajtunk magunkban, valamit erősebben képezünk ki a kelleténél. Ilyenre az életben is tudunk példákat. Ha egy kisgyereket az örünkbe veszünk, és megérintjük az arcát a kezünkkel, lágyan, gyengéden, ez babusgatás. Cirógatjuk egy kicsit. És ugyanez az érintés a kezünkkel túl erős is lehet. Akkor ez már nem babusgatás többé, akkor ez már egy pofon. Látjuk tehát, így van ez általában a világban is. Ami az egyik oldalon kedveskedés lehet, az a másik oldalon már ütlegnek bizonyul. Így lesz bennünk pofonná az agyhomok megdolgozásának gyengéd munkája is, amit az agyunk semmiképpen sem nélkülözhet, ha ez a munka túl gyengébbé válik, vagyis ha túl kevés bennünk az erő, és nem tudjuk az ásványiságot feloldani magunkban. Ha még csak mi vagyunk túl gyengék, akkor ennek gyakori ájulás lesz a következménye. De ha már ezek a kristályocskák magukban is túl erősek lesznek, és folyvást átszakítják a vérereinket, akkor ennek már agyvérzés lesz az eredménye. Ezeket a kristályokat tehát állandóan fel kell oldani az embernek a saját erőivel, ami folyamatosan meg is történik bennünk. De most még valami egyébre is kiszeretnék térni. Egészen szemléletessé fogom tenni önöknek. Rajzolok ide egy ember fejet. Itt van az agya, itt vannak a szemei, és itt legyen valami, amit néz, mondjuk egy növényt figyeljen. Tekintsenek most erre a növényre. Ezt természetesen csak akkor tehetik meg, ha közben nappal van. A növényre ráverődik a napfény, ezáltal az világos lesz, és róla egy fényhatás érkezik az önök szemébe. A látó idegen keresztül, ami a szemből hátrafelé fut, a fényhatás eljut az agyukig. Ha tehát egy növényre pillantanak, akkor a fény a növénytől az önök szemén át végül bejut az agyba. Ha ilyen módon egy növényt néznek, például egy virágot, akkor a figyelmüket a virág felé fordítják. Ez azonban valami roppant nagy jelentőségű dolog. Ha valaki a virágra irányítja a figyelmét, azzal egyúttal tulajdonképpen elfelejti önmagát. Biztosan történt már olyan önökkel, hogy valamit annyira figyeltek, hogy közben teljesen megfeledkeztek a saját személyükről. Abban a pillanatban, amikor az ember csak egy egészen kicsit is elfelejti önmagát, a saját énjét, azonnal egy erő keletkezik az agyában, amely erő ekkor némi agyhomokot választ ki, hoz létre. Az odapillantás révén tehát belülről homokszemcsék, kristályszemcsék keretkeznek az agyban. Ezt a fajta kiválasztást egy teljesen emberi folyamatnak kell tekintenünk megfigyelhető, nem csupán megizzadunk például, amikor megerőltetjük magunkat, hanem amikor szörnyen félünk valamitől, akkor is kiválasztunk, ha nem is éppen agyhomokot, de sót és vele vizet a bőrünkön át. Ez egy egyszerű kiválasztási folyamat. A nézés során azonban, amikor valamire rátekintünk, folyamatosan agyhomokot választunk ki magunkban. Ha az ember egész figyelmével egy tárgyra tekint, akkor agyhomok termelődik benne. És az ilyen módon keletkező agyhomokot, ezeket a homokszemcséket szintén fel kell oldanunk magunkban. Ha ugyanis ezeket a kristálydarabkákat nem oldanánk fel, akkor az agyban ezekből a homokkristályokból egy egészen pici virágforma keletkezne. Azzal, hogy kint nézünk egy valódi virágot, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kristály szemcsékből egy apró kis virág képződik az agyunkban, amely fejjel lefelé áll, hasonlóan ahhoz, ahogyan a szemünkben is a kép a virágról fordítva fejjel lefelé áll. Gondoljuk át még egyszer. Ha látunk egy széket, nem kell, hogy éppen virág legyen, a látás a ránézés által itt belül a fejünkben egy kevés agyhomok keletkezik, homokkristály képződik. Ha most ennek a látványnak maradéktalanul átadnánk magunkat, akkor a székről egy egészen apró kristály képecske formálódna ki bennünk, sokkal kisebb, mint ami mikroszkópban látható lenne. És ha erre a helyre az agyunkban most oda képzelném magam, hogy ott állok bent és képes vagyok mindent megfigyelni, akkor egy fordított világot látnék mindent fejjel lefelé. De olyan kép lenne ez, amely igen apró kristályszemcségből van összerakva. Egészen elképesztő, ahogyan ez a világ folytonosan építkezik bennünk. Csak hogy mi emberek már olyanok vagyunk, hogy tiltakozunk ezzel ellen az építkezés ellen. Anélkül, hogy tudatosan tennénk, újra meg újra lebontjuk, ami itt felépülni akar. Ebben a vonatkozásban egészen egyedülálló az emberi lény. Érzékeljük, szemléljük a körülöttünk látható világot. Ez az érzéki világ azonban ezáltal minduntalan kristály képződményeket akar bennünk létrehozni. Ezek a képződmények ugyanúgy néznek ki, mint amiket kint a világban látunk, csak azzal a különbséggel, hogy mint kristályképecskék megfordítva fordított helyzetben vannak bennünk a való világhoz képest. De olyankor is, amikor ez a világ megszűnik körülöttünk, amikor tehát egyáltalán nem érzékelünk, nem nézünk semmit, főként éjszaka, amikor alszunk, és amikor saját magunkból nem teremtünk erőket a feloldáshoz, még olyankor is, de akkor már a világegyetem hatására folyamatosan ilyen kristályok képződnének bennünk. Ez utóbbiak leginkább akkor indulnak fejlődésnek, amikor a Föld egyik oldala éppen elfordul a naptól, tehát nem éri a napfény, hanem olyan hatások felé fordul, amelyek sokkal messzebbről érkeznek ide. De általában az efféle kozmikus erőhatásoknak az ember mindig is ki van téve. Foglaljuk össze az eddig hallottakat. Alvásunk idején a világegyetem hatására állandóan mindenféle ásványi, élettelen képződmények akarnak kialakulni bennünk. Az érzékelés során nappal ugyancsak ilyen képződmények akarnak bennünk keletkezni, de ezek már az általunk érzékelt közvetlen környezetünk képmásai. Amikor alszunk, akkor a világegyetemet másoljuk, azt képezzük le. De a világegyetemben minden kristályosan, kristályszerűen van elrendezve. Amit a kristályokban látunk, az ugyanolyan természetű, mint a világegyetem, mert a világegyetemben az erők éppen úgy vannak elrendezve, ahogyan a kristályok is felépülnek. A kristályok a világegyetemet tükrözik magukban, annak mintájára formálódnak. Ez a kristály jelleg és kristály elrendezettség azonban bennünk is érvényesülni akar. Amikor viszont nappal érzékelünk, nézzük a dolgokat, a közvetlen környezetünket szemléljük, akkor mindaz, ami ebben a külső látványban benne van, ez is fel akarja magát építeni bennünk. Ezt is állandóan meg kell akadályoznunk. Hogy ne keményedjen meg bennünk, hogy ne kövesedjen belénk a külvilág képe, örökösen fel kell oldanunk a képet, ismét le kell azt bontanunk magunkban. Tehát egy igen sajátos folyamat játszódik le az emberben. Emlékezzünk arra, hogy a világ saját magáról egy élettelen kőképet akar kiformálni az agyunkban. De ennek nem szabad megtörténnie, különben a kinti virágot tudatosítani sem tudnánk magunkban, sőt, a fejünkben egyfajta köszvényt kapnánk. Ennek tehát elejét kell vennünk, és a kövesedést fel kell oldanunk. Ezt a bennünk lejátszódó folyamatot még a következő módon lehetne szemléletesebbé tennünk. Tegyük fel, hogy itt van előttünk egy fazék langyos víz. Valaki beköti az önök szemét, majd fog valamilyen vízben oldható tárgyat, és azt beledobja a vízbe. Önöknek a kezükkel ezután csak bele kell nyúlniuk ebbe a langyos vízbe. A tárgyat nem látták, hiszen be van kötve a szemük. Az illető ekkor azt mondja, Na most a kezeddel nyújj bele a vízbe. Érzel benne valamit? Hogy ne a langyos vizet. Érzel még valami mást benne? Csak azt, hogy az ujjaim körül hidegebb a víz. Miért érezték volna ezt? Azért, mert a társuk egy tárgyat tett a vízbe, amely közben feloldódott. Ez a feloldódás pedig úgy hatott a vízre és benne az önök ujjaira, hogy a langyos víz hidegebb lett. Ha valaki érzi ezt a hőmérséklet különbséget az ujjai körül, akkor megállapíthatja, ebben a vízben valami feloldódott. De a fejünkben is mindig ez történik, ha egy tárgyatot belül kristályosan kiképzünk, és azt azután ismét feloldjuk. Érezzük a feloldást, és így szólunk. Igen, ott kívül van a tárgy, mert bennünk egy képet hozott létre, és ezt a képet feloldottuk, megszüntettük és hogy ezt a feloldást véghez vittük, ezáltal leszünk képesek egyáltalán tudatosítani magunkban azt, hogy milyen az a tárgy. Mert csak akkor keletkezik bennünk gondolat a tárgyról, ha előbb a tárgy kristályképét feloldottuk. E tettünk következtében jön létre a gondolat a tárgyról. Ha csak az a kép lenne meg bennünk úgy feloldatlanul, akkor elájulnánk, tudat nélküliek lennénk. Ha azonban vagyunk annyira erősek, hogy a külső tárgy bennünk keletkezett kristályképét feloldjuk, akkor tudatosítani is tudjuk magunkban a tárgyat. Ez tehát a különbség a között, ha valamit csupán látunk, vagy ha tudomásunk is van arról a valamiről. Képzeljünk el egy nagyon legyengült embert. Odakint egy hatalmas mennydörgést hallani, ez ugye bármikor előfordulhat. Most ebben az emberben a mennydörgés által, ezúttal nem a fény, hanem a hang következtében, agyhomok, szemcsék rakódnak le, egy hatás keletkezik benne. De ezt nem tudja elég gyorsan feldolgozni. Ezért talán elveszíti a tudatát, elájul. Ha egészséges lenne, nem ájulna el, mert a benne most megindult kristályosodási folyamatot képes lenne elég gyorsan visszafordítani. Miért ájul el az ember? Azért, mert a kristályokat, az agyhomokot nem tudja elég gyorsan feloldani. Mikor nem ájulunk el? akkor, ha az agyhomokat a kellő gyorsasággal tudjuk feloldani. A körülöttünk levő világ érzékelése során tehát mindig megfelelően gyorsan fel is kell oldanunk az ekkor keletkező kristályszemcséket. Ezzel eljutottunk oda, hogy miképpen viszonyul az ember a világ mindenségben működő erőkhöz. A múlt alkalommal azt mondtam, ha az ember viszonya olyan a világegyetemhez, hogy az agyában az agysejtek állandóan meg akarnak halni, és csak nem élettelenek, akkor ezt valahogyan ellensúlyoznia kell. A lelki-szellemi valónk az, amivel ezt ellensúlyozzuk. Most pedig már olyan hatásokkal is találkoztunk, amelyek az agysejteket kifejezetten pusztítják. Az agyban a kristály a sejteket megtámadják. Azáltal, hogy ezek a kristály darabkák benyomulnak a sejtekbe, a sejtek halottá válnak. Mindezzel azonban nekünk szembe kell fordulnunk. Egyúttal ebben a szembefordulásban lejjük meg annak is a titkát, hogy mi teszi az embert emberré. Az a képességünk tesz emberré bennünket, hogy egy teljesen sajátos módon az agy kristályosodásának mi ellen tudunk állni. Az állatoknál mindez másképp van. Az állatok nem tudnak annyira erősen ellenállni az agyhomoknak, az agy kristályosodásának, mint az ember, mert az állatok többségének nincs olyan feje, mint amilyen az embernek. Legfeljebb csak a magasabb rendű állatoknál találunk némi hasonlóságot ebben a tekintetben. Az embernek ugyanis olyan a feje, hogy mindazt, ami folyamatosan beleáramlik a külvilágból, azt képes feloldani, semlegesíteni. A kívülről belénk áramló erőknek ez a belső feloldása az erre való képesség teszi, hogy az ember képes így szólni önmagához, én. És az agyhomok, az agykristályok legerőteljesebb feloldása éppen az a tett bennünk, amikor kimondjuk magunk felé azt, hogy én a beszédünket teljesen tudattal hatjuk át. Mi az agykristályokat tehát feloldjuk, sőt általában az egész idegrendszerben kialakuló kristályokat is. Az állat erre nem képes. Ezért tud csak artikulálatlan hangokat kiadni, kiáltozni és hasonlók, de nem jut el a valódi beszédig. Ezért nem rendelkezik az egyik állat sem azzal a lehetőséggel, hogy önmagához viszonyuljon, hogy énnek érezze magát, ahogyan az ember. Mindez pedig azért van így, mert az ember az állatnál messze nagyobb mértékben képes az agyban a kristályképződést feloldani. Elmondhatjuk tehát, mi emberek nem csak azzal szemben fejtünk ki ellenállásokat magunkban, ami a Földön, a közvetlen környezetünkben van, hanem a világegyetem erőivel szemben is meg kell állnunk a helyünket. A világegyetem erői belülről állandóan kristályosítani akarnak bennünket. Ha ezt engednénk, akkor belül hamarosan egy egymásra rétegződött kristályokból felépülő kőzetté változnánk. De ezzel szemben mi ellenállást fejtünk ki magunkban? Az ember tehát a saját feloldó erőivel megállás nélkül a világegyetemből érkező kristályosító erők feloldásán dolgozik. De mi nem csak azt a kovasavat oldjuk így fel, ami ezeket a kristályokat képzi bennünk, hanem minden egyéb lehetséges dolgot is, ami csak feloldható mi mindent állandóan feloldunk. Feloldjuk a cukrot és más anyagokat. Ezeket az eseményeket az ember persze csak külsőleg tudja követni. Mindezekről a dolgokról tulajdonképpen egyáltalán nem is tudunk ilyen határozottan, mert a folyamatok az ösztönök működéséhez hasonlóan játszódnak le bennünk, de valami határozatlan érzése mindenkinek van erről. Csak ugyan hányszor szoktuk azt érezni, hogy nem tudunk valamit igazán kifejezni, sehogy sem tudjuk a gondolatainkat összeszedni. Ebbe a hangulatba legkönnyebben különösen egy újságíró eset, aki naponta ír egy cikket. Hát bizony, minden nap egy cikket írni. Ez azt jelenti, hogy valaki rendkívül sok agyhomokot old fel magában, rengeteg sokat. Eléggé terhes lehet minden napra egy cikk, mert ez azzal jár, hogy rettentően sok agyhomokot kell feloldanunk. Ha az embernek cikket kell írnia, akkor többnyire azzal kezdi a munkát, legalábbis régen ez még szokás volt, hogy először is elkezdi a tolszára felső végét rákcsálni. Gyakran megrágalmazták éppen az újságírókat, hogy szétrágják a tollukat a közben, amíg valami ihletet préselnek ki magukból. Nyilván, ha az ember előbb valamit jól összerágcsál, akkor testének még legvégső erőit is tudja ezúton mozgósítani, hogy azok a fejébe kerüljenek. Ez egyúttal az agyhomokja ellen intézett támadás előkészületének is tekinthető, hiszen az illetőnek hamarosan sokat kell abból feloldania. Mindez teljesen öntudatlanul esik meg az emberrel. Az újságíró biztosan nem mondja magának, szétharabdálom a tollamat, hogy gondolataim legyenek. De az eddig történtek rendszerint azzal folytatódnak, hogy éppen ilyen tudattalanul az újságíró betér még egy kávéházba is, és iszik ott egy fekete kávét. Az újságíró csak betéved a kávéházba, mert nem tudja, mi hajtja oda. De ha megitta a fekete kávét, láss csodát, már minden megy simán, ismét tud írni attól, hogy a fekete kávé bekerült a szervezetébe. Vajon miért? Mert az események ilyen fordulatával a kávé révén koffeinhez jutott. Ez egy izgató anyag, amely nagyon sok nitrogént tartalmaz. A nitrogént egyébként a levegőből vesszük fel, de a koffeinnel is hozzájuthatunk. Légzéssel mindig egy bizonyos mennyiségű oxigén és nitrogén kerül belénk. Akinek agyhomokot kell feloldania, annak a feloldáshoz egy olyan erőre van szüksége, amely erő különösképpen a nitrogénben található. A nitrogénből megszerezzük ezt az erőt, és feloldjuk vele magunkban az agyhomokot. Éjszaka, amikor alszunk, még jobban rá vagyunk utalva a nitrogénre, mint ébrenlétkor. Azáltal, hogy több oxigént lélegzünk be, gyorsabban, intenzívebben élünk. Ha azonban nappal több nitrogént lélegeznénk be, akkor sokkal lassabban élnénk, bár az erőnk is tovább tartana. Tovább lennénk képesek az életben a feloldást végezni. Az újságíró, aki kávét iszik, teljesen tudattalanul arra vár, hogy a nitrogén bekerüljön a szervezetébe, és a kávéban megkapott nitrogénnel lehetővé válik számára, hogy több agyhomokot termelhessen, és azt azután nagyobb mértékben is tudja feloldani. Ennek folytán már nem kell neki a tollát rákcsálnia, hanem írhat vele, mert a gondolatok ismét ömleni fognak belőle. Megfigyelhettük a fenti példában az emberi én működését. Az emberi ént aktívabbá teszik, ha önök a gyomrukba valami nitrogénben gazdag táplálékot juttatnak, például koffeint, miáltal az agyat nitrogénnel látják el, és így az agyhomok feloldását megkönnyítik maguknak. Ezzel fellép annak a lehetősége is, hogy most már egyik gondolatukat a másikba fűzzék. Már most egyes emberekre az a jellemző, hogy túl sok gondolat kavarok bennük, nem tudnak szabadulni a gondolataiktól. Ők olyan típusok, akik hajlamosak arra, hogy szinte szakadatlanul az agyhomokot oldják magukban. Ezért akkor tesznek jót magukkal, ha megtanulnak ellazulni. Amíg tehát az egyik ember azáltal fogja össze a gondolatait, hogy valamilyen logikus gondolatmenetet visz végig, a másik embernek koffeinnel, kávéval kell segítenie gondolatai összerendezését. Aki azonban nem akarja túlzottan fegyelmezni a gondolatait, hanem csillogtatni, szabadjára engedni szeretné őket, vagy ahogyan mondani szokták, le akarja taglózni a többieket gondolatai csapongásával, ami nagyon szellemdúsnak tűnhet, annak teját kell innia. A teának ellentétes hatása van. A teja a gondolatokat szétszórja, laza kapcsolatot teremt közöttük. Ezáltal az agyhomok egy másik fajta feloldását biztosítjuk. Az emberben történő ilyen események valóban rendkívül érdekesek és komplikáltak. Minden élelem különböző módon hat, és azt, ami az evést követően létre akar jönni bennünk, mindig az ellenkezőjével kell kiegészítenünk. Ami kiképződik, azt nekünk ismételten fel kell oldanunk. Az egyik legmagasabb rendű szellemi tevékenység bennünk tulajdonképpen az, hogy a belénk kerülő anyagit belsőleg állandóan feloldjuk magunkban. Amikor valaki oly módon táplálkozik, hogy hosszabb időn át nem jut elegendő nitrogénhez, akkor aluszékonnyá válik. Ez tehát attól van, hogy kevés benne a nitrogén. Ha tehát már jó ideje jellemző ránk a fáradékonyság, akkor helyesen járunk el, ha nitrogén dús táplálékot fogyasztunk. Ennek természetesen többféle formája lehet. Kitűnő, ha ilyenkor sajtféléket, túrót vagy fehérjéket, például tojást teszünk. Ekkor a nitrogén tartalom ismét feljavul bennünk. Úgy kell önmagunkon dolgoznunk, hogy az énünk vezessen ebben a munkánkban. A mai előadás elején azt mondtam önöknek, lehet valahol termőföld és nőhet azon kelkáposzta is, de semmi sem fog nőni akkor, ha nincs ott valaki, aki a kelkáposztát gondozza. Ám a földet helyesen is kell előkészíteni. Hasonlóképpen az agyunknak is szüksége van arra, hogy a megfelelő anyagokat tartalmazza magában azért, hogy az énünk tevékeny lehessen bennünk. De ez az én nem bújhat el a Nagy Világegyetem távoli erői elől, amelyek valami egészen másra törekszenek. A Világegyetem erői szakadatlanul, teljesen kemény kőzetté akarnak bennünket formálni, nekünk pedig ennek egyfolytában ellen kell állnunk, ezt a hatásukat fel kell oldanunk. Ha nem tudnánk ellenállni, ha nem tudnánk ezt a hatást feloldani, akkor gondolkodni sem lennénk képesek, és nem keletkezhetne bennünk én tudat sem. Amit mi én tudatnak nevezünk, az általában ezzel az örökös feloldással, ellenállással egyenlő. Ezek a kérdések mindenek előtt arra tartanak igényt, hogy észszerűen közeledjünk hozzájuk, különösen akkor, ha tovább akarunk menni egy tudományos világszemléletig, és ha tudni akarunk valamit az ember valódi viszonyáról a világhoz. Az ember legfontosabb feladata az, hogy megértse az ő saját feloldó képességét. Látunk valakit meghalni. Ez annyit jelent, hogy magát, mint fizikai embert most teljesen feloldja. Ha nem tudjuk, hogy az ébrenlétünk minden pillanatában egy feloldási folyamat zajlik le bennünk, akkor azt sem érthetjük meg soha, hogy mit jelent az a feloldás, amely akkor történik, amikor az ember a halálban oldódik fel. Erőször is tehát azt kell megértenünk, hogy a közben és azzal, hogy a világegyetem erőinek ellenállunk, magunkat állandóan fel kell oldanunk magunkban. Ez a feloldódás persze mindig meg is szakad, mert a táplálkozás során ismét anyagok kerülnek belénk, ami újabb munkát ad. Ha azonban az ember a benne lévő anyagokat többi már nem tudja feloldani, akkor ön önmagát oldja fel. Hol test lesz belőle, amely már saját magát fogja feloldani? Legközelebbi összejövetelünkkor fel kell tennünk majd azt a kérdést, hogy mi van akkor, amikor az ember önmagát oldja fel. A mai alkalommal legalábbis annyira jutottunk, hogy már tudjuk. Létezik bennünk egy állandó feloldási folyamat, és ha hiányzik belőlünk az az erő, hogy a világegyetem hatására a szervezetünkben keletkezni akaró anyagokat feloldjuk magunkban, amiatt, mert a testünkben túl kevés a nitrogéntartalom, akkor az énünk ájulásba esik, vagy legalábbis aluszékony lesz álmosnak lenni azt jelenti, hogy nem tudunk a kellő mértékben feloldani magunkban, legyőznek bennünket a kristály lerakódás erői, miközben maguk a kristályok egyre csak növekednek bennünk. Amiként az önök tudata sem tűnik el, amikor elalszanak, mert ismét képesek felébredni, ugyanúgy következtethetnek az elmondottak alapján a testben valami szellemi erő jelenlétére is, hanem is közvetlenül abból, ami külsőleg a testben történik. Mert ahogyan egy gép sem működhetne, ha nincs mellette ott az ember, ugyanúgy az ember sem működhetne, ha nem lenne benne ott a szellem. Korunk a gépről ezt az összefüggést belátja, de az embernél tagadja ezt. A szellem feltételezését az emberben nem akarom önökre erőltetni. De ez a feltételezés mindazokban gyökere terezthet, akiknek valóban célja a tudomány területén a világot komolyan venni. Szeptember elején folytatjuk ezeket a vizsgálódásokat. Látni fogják, hogy mélyen behatolunk az ember megismerésébe, és minden lehetséges kerülő út csak azt szolgálja majd, hogy önök az embert a hétköznapokban jobban megértsék. Egészen másképp fogják látni az embert, ha folytatják velünk azt az utat, amit már hetek óta járunk. Az ember mindig újra létrehozza magát, feloldja a testét, és így tovább. Ezeket a kérdéseket fogjuk legközelebb tovább boncolni és fokozatosan kirajzolódik majd előttünk, hogy valójában milyen fajta lénynek látszik az ember az igazi tudomány előtt.